2013-at a pápa a hitévének nyilvánította, hogy mit jelent ez a turizmusban, arról beszélgetünk Réti Júliával, az MSE Tours ügyvezető igazgatójával, vallási turizmus hazai szakértőjével. Köszönöm, hogy itt vagy, szervusz! Szervusz, köszönöm, hogy hívtál. Beszéljünk arról, hogy mennyire fontos a magyar utazóknak a vallási turizmus. Járnak ez arándoklatokra, és milyen helyszínek a legkedveltebbek, milyen úti célok? Hadd kezdjem azzal a mondattal, ami a pápa a hitévének a meghirdetésekor a katekézisében megjelent, és fontos mondat. A hit Isten ajándéka, és az ember szabad választása. Ez a kettősség jellemzi leginkább az arándoklatokat, és mindazt, ami hajtja az embereket arra, hogy szent helyekre elmenjenek, hogy önmaguk épülésére megtegyenek egy olyan utat, ami számukra fontos, ami az ő lelki vezetőjüknek, papjuknak, plébánosuknak fontos, és amire őket hívja. Ezért az arándoklatnak hihetetlen nagy lelki tartalma, lelki támasza van egy embernek, egy ember számára és az élete további részére nagy-nagy segítség. És képesek ezért az emberek, a magyarok messze utazni? Tehát meddig mennek Rómáig, a Szentföldig, Santiago de Compostelláig? Mindkettőre, mindháromra. Képesek repülőre ülni, képesek autóbusszal elmenni, és képesek gyalogolni. Azt mondtam, repülővel, akár Rómába, akár a Szentföldre. Ha beszélünk a Szentföldről, ahonnan most jöttem haza, és hihetetlen szép volt számomra természetesen, nem először, nem ötödször jártam ott, ami nagy áldás volt a Szentföldnek és Izraelnek, egy hatalmas, szinte víz özön árasztott el az országot, amiből az következett, hogy a Jordán folyó, a Szent folyó visszanyerte eredeti szépségét, gazdagságát, hogy megnyitották Betániát, azt a keresztelőhelyet, ami igazán a keresztelőhely, és ahol keresztelő János megkeresztelte Jézust. Milyen helyszíneket járhat végig, hogyha a Szentföldnél tartunk az arándok? Egyrészt, másrészt milyen módon? Mert ugye az is fontos, ha már a hitéve a turizmusban is ez az esztendő, akkor az ember azt gondolja, hogy van valami változás, valami új, van nagy is. Reflektorfény. Minden lelkivezető, minden zarándok csoport kicsit ennek a fényébe állította az ezévi programját, nevezetesen sokkal inkább egy olyan Jézus útját járó és a hitet megerősítő programot hajtanak végre, kérnek tőlünk, és alakítják át a szinte évek óta változatlanul hagyott programokat, amelyben Jeruzsálem az egyik központi hely természetes módon, a másik Galilea, a maga különleges helyszíneivel, és ha úgy tetszik, ez talán egy kicsit személyes részemről, de Galilea az a föld, ahol az ember érzi is Jézus nyomait. A föld természetessége, a galileai tó, ami most 5 métert emelkedett, tehát elnyert egy olyan helyzetet megint, ahol azt tudjuk és azt látjuk, ami valamikor 2000 éve történt. Tehát Jeruzsálem, Galilea. Galileában az új, ami a tó körüli szent helyek mellett felső Galileát és az ottani Jézus járta helyeket is meglátogatja, és más helyszínek és más helyek kaptak jelentősebb szerepet. Kicsit átrendeződtek a dolgok. Most ez jutott eszembe, hogy ugye eddig, akivel én beszéltem, és Szentföldi úton járt, buszos úttal volt, vezetett úttal volt, de amikor beszélgettünk korábban, azt mondtad, hogy van már egy modernebb, egy korszerűbb vállalkozás is, vagy legalábbis kilátásban van. Igen, éppen most indítottuk útjára azokat a programjainkat, és azokat a
azokat az új elhatározásokat, amiben nagy szerepe van természetesen a hit évének, hiszen rengeteg inspiráció érkezik ebből. De hogy is lehet elmenni a helyszínekre? Csak repülővel, meg csak autóbuszon? Nem. A fiatalok sok minden másra is vállalkoznak. Gyalogtúrára, kerékpártúrára, sivatagba, motoros túrákra. És mindettől egy kicsit új fényt kapnak ezek a zarándoklatok. Több vidámságot, a fiatalokhoz szóló, a szívükhöz szóló újdonságokat. Miért ne lehetne egy jó biciklitúrán jókat nevetgélni, megállni azokon a helyeken is, ami éppen nem szent hely, de szép, lelkemnek, szívemnek való, meg még jókat lehet játszani, előkapni a gitárt, és hadd szóljon. Ami nagyon fontos, és az előbb mondtad, hogy belső utazás is egy zarándoklat, tehát nem csak a szent helyeket keressük föl, csodáljuk meg, mélyülünk el, hallgatunk meg egy imádságot, vagy mondunk el egy imádságot, hanem egy önfejlesztő út is, például El Camino-ra sok mindenki indul manapság, és elsősorban olyanok, akik végig szeretnék járni ezt az igen hosszú utat. El Camino az az út, amire minden egyes programjára, minden egyes szakaszára, ugye ez 800 kilométer a teljes szakasz, és Santiago de Compostela-ba érkezik, egy franciaországi városkából indul, és a 800 kilométer megtétele után Santiago de Compostela-ba érkezik. Ez a 800 kilométer 8 nagyjából azonos szakaszra bomlik, amelyiknek a természeti környezete is csodálatos. Különféle helyszíneken, hiszen ez egy 800 kilométeren végigmenni Spanyolországon és Franciaország egy részén hatalmas kihívás. Erőt próbáló. Nagyon erőt próbáló lehetőség, de a ma embere belülről igényli azt, hogy önmagával legyen, szembenézzem önmagával, megbeszélje önmagával azt a belső probléma sort, amivel minden nap mindannyian szembenézünk. És ezek a helyszínek erre pontosan alkalmasak. Hogyha valaki nem tudja elképzelni, hogy milyen egy zarándoklat, és mondjuk összehasonlítunk egy római vallási utat egy római városnézéssel, akkor milyen plusz vagy milyen mínusz van? Tehát szűkebb a zarándoklatnak a tematikája, mint egy általános nem szűkebb, városnézés? Mélyebb, tartalmasabb, belülről tartalmasabb, másképpen talán, de nem lehet zarándoklat kulturális programok nélkül. Nincs olyan, tehát amiben... Tehát keresni a szent helyeket? A szent helyeket és minden más ember által épített, vagy maradt, vagy hagyott, vagy éppen a természet által kínált gyönyörűségeket fölkeresni. Mondjuk Rómában eljutok-e valahova egy zarándoklaton, vagy egyébként nem jutnék, hogyha vezetett idegen vezet, tehát hogyha idegen vezető. Hogy ne jutnék el, olyan templomokba jutok el, a falakon kívüli templomba, azokra a helyszínekre, ahol egyébként azért nem vagyok, mert időm nincsen, de a zarándoklat megadja a lehetőséget. A zarándoklat annyival több, másabb vallási irányba, hogy minden nap van szentmise, van lelki vezető. Ez általában a pap, a parókus, aki elviszi a híveit, és aki úgy készíti föl a napi szentmisére, hogy azon a helyszínen járunk, ahol. De emellett a Trevi kút ugyanúgy benne van, és én ugyanúgy beteszem a forintjaimat, ha zarándok vagyok is. Mi az, ami hozzánk legközelebb van, hogyha nem akar messze menni az utazó, a magyar utazó, tehát ami hozzánk legközelebb van, egyrészt, másrészt pedig mi az újdonság ezen a területen, a vallási turizmus területén? A hozzánk legközelebb eső az Magyarországon van, a magyar zarándok út. Legközelebb nincs. De ez is nagyon fontos, hogy ez egy majdnem új kiépített útszakasz. Esztergomtól egészen Mária Gyüdig, Siklósig,
ahol ezen az úton is már végig lehet menni. Így úgy még nem teljesen, de már ezt is csinálják. Ami ezen kívül esik, és mégis közel van, Lengyelország, Felvidék, Szlovákia, tehát azok a helyek, ahol, ahova érdemes, kell elmenni. A 20. század legnagyobb egyénisége, mondom én, II. János Pál pápa. Lengyelország adott egy ilyen pápát a világnak. Azok a helyszínek, amelyek Rómán kívül esnek, de az ő születéséhez, püspökségéhez, küzdéseihez, harcaihoz, a világ megváltoztatásáért vívott harcaihoz kapcsolódnak, azok Lengyelországra esnek. Lengyelországban vannak, és muszáj belenéznem, mert azt mondom, hogy Csesztohova az egyik legszebb, legkedvesebb hely. Vadovice, ahol született, olyan erővel tör föl az a igény, hogy eljussak oda, ahol a pápa élt, született, dolgozott, harcolt. És kapcsolódik Krakkóhoz, ahol ugye érsek volt. Krakkóban ne felejtsük már el, hogy egy magyar királyunk leánya, méghozzá az ő nevét nem tudom igazán, a Kinga leány, aki szent is volt, és nekünk nem olyan nagy kultusz, mint a lengyeleknek. Lengyelország szentje, és tekintsünk ki Litvániába, mert Litvániának is szentje. Oda is van zarándokút a Baltikumra, a három országba, Lettország, Észtország, Litvánia. És ez az újdonság. Ez az újdonság. Ez egy nagy felfedezés, kitűnő helyszínekkel és fantasztikus belső lelki élet lehetőséggel. Nagyon szépen köszönöm. Ez egy kimeríthetetlen téma, szerintem lesz erről még szó. Vallási turizmusról beszéltünk ebben a negyed órában. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.